Délelőtt újraindult a barlangban rekett táj gyerekek mentése. A műveletet a fiatalabb és rosszabb úszó fiúkkal folytatják. A CNN-nek egy táj tisztségviselő azt mondta, hogy ugyanazok a búvárok mentek le a következő csoport gyerekért, akik vasárnap már kihoztak négy fiatalt. Egyébként 50 külföldi és 40 táj búvár dolgozik a mentésen. A gyerekeket egyessével szakaszosan négy csoportra osztva indítják el. Mindegyiküket két-két búvár segíti a helyenként menyezeti gérő, sötét, zavaros és hideg vízben. A négy kilométeres távot oda-vissza több mint tíz óra alatt lehet megtenni, és a mentőknek maguk előtt kell tolniuk az oxigén palackokat, mert másképp nem férnek át a szűk járatokon. Vasárnapon a mentés a vártnál gyorsabban haladt, mert jobbak voltak a körülmények, kevesebb helyen kellett úszni. Az ifjúsági foci csapat két héten át várakozott a sötétben, minimális ellátással. A kimentett gyerekeket már kórházban vizsgálják, az átélt megpróbáltatások ellenére jó állapotban vannak, csupán fáradtak és éhesek voltak. Az egyik kimentett fiú édesanyja elmondta, egy pillanatra sem adta fel a reményt. Kol biti dobro. Govorila sam sebi biće sve u redu. Znala sam, ali nisam to smela da izgovorim naglas. Mnogo sam se brinula i potiskivala svoje emocije. Az idő sürgeti a mentő csapatokat, mert újabb esőzések várhatók a hét elején, amik megemelnék a barlangban a vízszintet.